Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A prím ember Erdős Pál. A folyton utazgató Erdős az internet kapcsolatépítő szerepét játszotta annak feltalálása előtt, írja Bruce Schechter életrajzi könyvében, melynek címe Agyam nyitva áll, Erdős Pál matematikai utazásai. A Budapesten 1913-ban született tudós már 4 évesen képes volt 4 jegyű számokkal szorozni, és tisztában volt a negatív számok világával is. Diákként kedvenc foglalatossága volt a középiskolai matematikai lapok feladatainak megoldása. A Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált és barátjává fogadta Kármán Tódor és Fejér Lipót. A 30-as évektől kezdődött az az odüsszea, amire biográfusa utalt. Előbb Manchesterben tanult, majd Amerikába ment, ahol a Princetoni Egyetemen Neumann János, Wigner Jenő és Albert Einstein mellett kutathatott. A Manhattan tervben nem kívánt részt venni. A II. Világháború után inkább hazatért Magyarországra. A kommunizmus elől 1948-ban ismét távozott. Anglia, USA és Izrael között ingázott, majd kiegyezett az itthoniakkal, és újra járhatott Budapestre. Szakterülete a prímszámok, a gráfelmélet, a kombinatórikus számelmélet és halmazelmélet volt. 8 akadémia fogadta tagjai közé. Számtalan elismerése mellett honfitársaink közül elsőként kapta meg a Wolf-díjat. A szakmában legendás az Erdős szám. Ez a vele publikálókat és az azokkal publikálókat lajstromozza. Az 1996-ban Varsóban egy kongresszuson elhunyt Erdős Pált Budapesten temették el. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.